Ebben a rövid videóban szeretnénk bemutatni, hogyan tudod környezettudatos elvek mentén megszervezni a rendezvényedet. Először is nevezd ki egy embert a csapatodból, aki koordinálja a fenntarthatósági intézkedéseket. Az ő feladata, hogy támogassa a szervező kollégákat és javaslatokat tegyen a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére. Kisebb szervezet esetén gyakran csak a főszervezőnek van teljes rálátása a szervezés egészére, ezért kézenfekvő, hogy ő maga lássa el a fenntarthatósági koordinációt. Ha ehhez nincs meg a kellő tájékozottsága, érdemes bevonni akár önkéntes alapon egy civil szervezetet, vagy segítséget kérni más rendezvények szervezőitől. Nagyobb rendezvények esetén mindenképp szükséges egy dedikált munkatársa feladatra. Találd meg a szervezőcsapaton belül a téma iránt leginkább elkötelezett munkatársat. A nagy mennyiségű hulladék keletkezésének megelőzése az egyik legalapvetőbb feladat, mindegy, hogy mekkora eseményt szervezel. Mutatjuk, hogyan teheted ezt meg. 2021. július 1-től Magyarország is kivezeti az egyszer használatos műanyag termékeket a piacról, ezért a környezetvédelme mellett ez legyen a második indokod, hogy a rendezvényeden már nem használod ezeket. Fontos tudnod, hogy a lebomló bioműanyag csak az ipari komposztálás során bomlik elemeire. Így, ahol ez nem lehetséges, ott ugyanolyan egyszer használatos műanyagként jelenik meg. Csak ott használj ilyen terméket, ahol a gyűjtés és komposztáló üzembe szállítást is meg tudod oldani. Felejtsd el az egyszer használatos poharakat. A legkézenfekvőbb a mosható műanyag pohár, de használhatsz üvegpoharat vagy fémbögrét is. Fontold meg a betétdíjas rendszer bevezetését. Kisebb eseményeken használj porcelántányérokat. Ha nincs elegendő saját készleted, keress egy bérbeadó szolgáltatást, amely a mosogatást is megoldja. Használj többször az arculati elemekkel ellátott dekorációs eszközöket. Ehhez érdemes ritkábban cserélni az arculatot. A régi arculattal ellátott molinók és reklámtárgyak további hasznosítására keres olyan céget, amely fel tudja azokat dolgozni, például régi molinóból készíthetsz menőtáskákat. Csak olyan ajándéktárgyakat gyártas és adj a látogatóidnak, amelyek sokszor használhatóak. Ne felejtsd el, hogy az események tekintetében minőségi termékek bírnak hozzáadott értékkel, az alacsonyabb minőségű ajándékokat a közönség nem értékeli, ezek hamar a kukában landolnak. Biztosíts csapvizet a látogatóknak, hogy kulacsaikat megtölthessék. Jó ötlet lehet saját arculattal ellátott kulacs vagy pohár értékesítése, melyből akár extra jövedelemre is szert tehetsz. Ha az eseményed során használt bármilyen anyagra már nincs szükséged, keress olyat, aki még tudja használni, ne a szemétbe dobd. Gyűjts szelektíven a szemetet. Ha vendéglátó partnerekkel dolgozol, a szerződésben írd elő számukra a kötelező szelektív gyűjtést. A szerződésben retorziók is kilátásba helyezhetők azok számára, akik nem tartják be a hulladékgazdálkodás szabályait. Különböző típusú hulladékokhoz különböző színű áttetsző zsákokat használj, így könnyebb beazonosítani, hogy melyikben mi van. Tarts rövid képzést vagy eligazítást a takarító személyzetnek. Kérd ki a véleményüket, hogy hol találkoznak nagy mennyiségű hasznosítható hulladékkal. Vélhetően említeni fognak olyan helyet is, amire a szervezők nem is gondoltak. A hulladékgyűjtő edények feliratozásához használj messziről is jól látható matricákat, színes ábrákat, közérthető kulcsszavakat használj, melyek több nyelven is értelmezhetők. Hogyan tudod megóvni a rendezvény helyszínét? Mutatjuk, mire figyelj! Minden érintett felé kommunikált, hogy felelősséggel tartozik az általa használt terület épségéért. Szigorúan szankcionáld azokat, akik ezt nem veszik figyelembe. Készíts könnyen elérhető leírást, ami felhívja erre a figyelmet. Érdemes előnyben részesíteni a burkolt felületeket a rendezvény helyszínének kiválasztásakor. Kerüld a nehezen takarítható anyagok használatát, mint például a csillámpor vagy a konfetti. Gondoskodj a csikkek összegyűjtéséről is az esemény után. Adj mobil zsebhamutartót a látogatóknak, hogy minél kevesebb csikk kerüljön a földre. Készíts tervet a szennyvíz kezelésére. A szennyvíz talajba juttatása szigorúan tilos. Ösztönözd látogatóidat, hogy használják a közösségi közlekedést. Folytass intenzív kommunikációt, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Szervezz buszokat, vagy kösd össze a látogatóidat a Facebook oldalon egy utitáskereső posztban, vagy egy online táblázatban. Létesíts kerékpártárolót. Alakíts ki úgy, hogy mindenki lelakatolhassa a bringáját. Vonj be akár kerékpáros szervezetet a szolgáltatás kialakításába és üzemeltetésébe.
Ne a parkolási lehetőségek bővítésével próbálj úrrá lenni a közlekedési káoszon. Ezzel csak azt éred el, hogy még többen jönnek autóval. Előnyös, ha fizetőssé teszed a parkolást, viszont készülj rá, hogyha ezt nem korlátozod szigorúan, akkor még többen fogják a helyiek által használt ingyenes helyeket elfoglalni. Akadályozd meg a zöld területeken való parkolást. Kérd a rendőrség segítségét a kritikus területek lezárásában, adj behajtási engedélyt a helyben lakóknak. Segíts a közönségnek kiválasztani a környezetbarát utazási formákat. Biztosíts hozzáférést egy CO2 kalkulátorhoz, vagy hasonlítsd össze az esemény webes felületén a különböző közlekedési formák környezetterhelését. Vedd fel a kapcsolatot a vasúttársasággal és az autóbusz szolgáltatóval, hogy fel tudjanak készülni a megnövekedett érdeklődésre. A vonatra 50%-os menettérti kedvezményt is kérhetsz a szolgáltatótól. Készíts forgalomtechnikai terveket, hogy a környéken lakók életét minél kevésbé zavarja meg a megnövekedett forgalom. Vonj be a rendőröket a tervezésbe és lebonyolításba. Ne félj lezárni területeket, táblázz ki mindent alaposan, gondolj azokra is, akik csak áthaladni szeretnének a környéken, és azokra is, akik kifejezetten a rendezvényedre érkeznek. Az étkeztetés megszervezésénél törekedj a fenntarthatósági elvekre. Kínálj minél több helyi alapanyagból készült ételt. Biztosíts változatos vegetáriánus kínálatot és legalább egy vegán fogást. Fogalmazd meg elvárásként minden étkeztető partnered felé, hogy kínáljanak húsmentes ételeket is. Ne használj eldobható műanyag tányérokat és evőeszközöket. Kisebb és biztonságosabb rendezvényeken használj mosható porcelánt és üveget. Ahol ez veszélyes lehet, ott a papír és fa alapanyagút. Szívószál nélkül kínáld az italokat, csak annak adj papír szívószálat, aki kifejezetten kéri. Dönthetsz úgy, hogy teljesen beszünteted, sőt, megtiltod a szívószál használatot a rendezvényeden. Bánj takarékosan az étellel. Úgy állapítsd meg az adagokat, hogy minél kevesebb kerüljön a szemetesbe. A fogyasztható maradékot add át egy erre szakosodott civil szervezetnek a lehető leghamarabb. A veszélyes hulladékok elszállítására kösd megállapodást egy erre szakosodott vállalkozóval. Ide sorolható a fogyasztásra alkalmatlan ételmaradék és a használt sütőolaj. Gyűjtsd ezeket kifejezetten erre szolgáló hordókban, edényekben. Biztosíts ingyenes ivóvizet a látogatóid számára. Hívd fel a figyelmüket, hogy hozzák magukkal saját poharukat, kulacsokat, amit majd csapvízzel feltölthetnek. Az ingyenes csapvízhez jutás lehetősége tüntest fel a honlapon, social media felületeken is. Jelöld térképen az ingyenes ivóvízvételi pontokat, és a helyszínen is jelzéssel lásd el őket. Folyamatosan ellenőrizd a csapvíz minőségét. Tűzd ki például a PET palackos víz betiltását. Amint készen állsz rá, és az alternatívák feltételeit megteremtetted, vágj bele! Csökkentsd a vízfogyasztás mértékét, és másokat is ösztönözz erre. Hívd fel a látogatók figyelmét a víztakarékos zuhanyzásra és a vízpazarlás mellőzésére. Használj víztakarékos WC-ket. Vezesd be a nyomógombos vízcsapok, illetve az olyan csapok használatát, amelyek meghatározott idő után automatikusan elzáródnak. Gondoskodj arról, hogy ne csöpögjenek. A környezetbarát tisztítószerek használata nem igényel extra erőfeszítéseket és nem is jár el jelentős többletköltséggel. A Magyarországon leginkább elterjedt környezetbarát minősítésű tisztítószereken az Ecolabel és a környezetbarát terméklogókat keresd. Papír és faipari termékek vásárlásakor, felhasználásakor legalább az FSC logóval ellátott termékeket keresd, ami azt jelenti, hogy az áru fenntartható erdőgazdálkodásból származik. Textil termékek vásárlásakor a legelterjedtebb védjegy, amit Magyarországon megtalálsz, az az Ökotex, Made in Green védjegye. Ez jelzi, hogy a termék ártalmas anyagokat nem tartalmaz és fenntartható módon gyártott. Adatszolgáltatás és környezeti hatások mérése. Az adatok gyűjtése azért fontos, mert a környezet terhelésének csökkentése érdekében tett erőfeszítéseidet úgy tudod értékelni, ha az évenkénti adatokat összehasonlítod. Ha például azt látod, hogy első évben a hulladékodnak csak 15%-át sikerült hasznosítani, akkor megállapíthatod, hogy fejlesztened kell a hulladékgazdálkodási módszereidet. Ha a következő évben ez az érték például 30%-ra ugrik, akkor biztos lehetsz abban, hogy az elvégzett fejlesztések eredményesek voltak.
Az utazási szokásokat a legjobban kérdőívvel tudod mérni, de tehetsz becsléseket a parkolóautók száma alapján is, vagy a közösségi közlekedési opciók kapacitásának ismeretében. Az elszállított hulladék mennyiségét mindenképpen hulladéktípusonként kell rögzítened. Ebben az elszállító partner lesz segítségedre. Ha nem tonna vagy köbméter alapon számolsz el velük, hanem például fuvaronként vagy naponta, akkor is ragaszkodj a pontos, mérési adatokkal vagy szállító levéllel történő adatszolgáltatáshoz. Az áram- és vízfogyasztást sok rendezvény eleve külön méri. Amennyiben erre nincs lehetőség, tehetsz becsléseket egy rendezvény helyszín egy havi fogyasztása alapján. Szintén jelentős kibocsátással jár a rendezvényen biztosított catering szolgáltatás, ezen belül is az itt fogyasztható ételek előállítása. Ezzel kapcsolatban a szolgáltatók tudnak neked pontos adatokat nyújtani. Egy másik kritikus terület lehet, ha egy adott rendezvényre nagyobb mennyiségben gyártatsz eszközöket, kellékeket. Az ilyen beszerzések esetén a felhasznált anyagok súlya enged leginkább arra következtetni, hogy mennyi környezetterheléssel jár az előállításuk. Végezetül ne feledkezz el a szállítási távolságokról. Bár nehéz lenne minden egyes jármű esetében kimutatást végezni, de legalább a legnagyobb mennyiségeket szállító szolgáltatókat érdemes megkérdezni, hogy mennyi súlyt mozgattak meg és milyen távolságokról. A pályázati anyagban felvázolt vállalások különböző szintjei a fokozatosságot jelzik, ezeknek a teljesítése az idei pályázati konstrukcióban még választható, 2023-ban már kötelező elemek lesznek. A pályázóinkat képzésekkel és mentorálással támogatjuk a fejlődési folyamatukban, hiszen a környezeti fenntarthatóság közös ügyünk. Ha kérdéseid támadtak, vagy további segítségre van szükséged, keresd minket a zöld LKF@veszprembalaton2023.hu e-mail címen.